Maria, vem Jesus, Maria! Maria nostra, hova te? Mennyit Jó, rak fel? Ön dumákat, bár... Sziasztok, Maris vagyok, és ez egy újabb sminkes videó lesz, viszont mielőtt belecsapunk a lecsóba, hát gondolom kérdezitek, hogy miért nézek ki ennyire furcsán, meg csajosan, és hát igazából teljesen még nem mondom el, szombaton felkerül a csatornára egy nagyon érdekes videó, amiből kiderül, mert most muszáj ilyen cuccban lennem, és ne felejtsétek el, hogy szombat délutáni videóból kiderül, hogy miért, majd azt csekkoljátok le. Na és hát ezt a videót már én annyira vártam, mert hogy ez most nagyon rendhagyó sminkes videó lesz, hiszen nem egy videósnak a smink tutoriáját fogom lemásolni, hanem egy kislánynak, azaz nem is egynek, hanem két kislánynak a smink tutoriál videóját fogom megnézni, és azokat a sminkeket fogom elkészíteni, amiket ők, így a kettőt majd így egybe gyúrom, és ezt a két videót én még egyáltalán nem láttam, csak így bele-bele nézegettem, ezeket Klau választotta ki nekem, és habár megbízom az én nézőimben, hogy nagyon cukik vagytok, de azért szeretnék mindenkit kérni, hogy ne piszkálja ezeket a kislányokat, ezt egyáltalán nem piszkálásból csinálom ezt a videót, remélem ők sem haragszanak, talán most végre méltó ellenfeleimre találok így smink terén. Azért fogok egyébként két videót így összegyúrni, mert az egyik lány, ha jól tudom, főleg ilyen alapot csinál, meg szemöldököt, és egy másik kislánynak a videójából fogom csinálni a szemsminket, mert ő így jobban belemegy. Úgyhogy nézzük az első kislánynak a videóját, aki igazából nem is egyedül van, hanem az egyik barátnőjével csinálják ezt a videót, és elvileg Klau szerint nagyon vicces. Én most magam azt fogom kikerázni. Akkor most magunkat fogjuk kikerázni. Sziasztok! Na, elfelejtett köszönni az idióta. Sziasztok! Azt meg kell mondani, hogy én nem tudok sminkelni. Ó, tesó, én sem. Ezért, hát szerintem kriminális lesz. Tessék, kriminális lesz. Gyerek! Hol tanulnak ilyen szavakat? Bemutatom a cuccokat. Oké. Okay. Egyébként idehoztam ennyi palettát, van egy olyan érzésem, hogy erre nem lesz szükségem. És az az érdekes, hogy amíg... Jesus Christ, semmi baj. Ó, erről jut eszembe. Ide varázsolom a párnámat. Invito párna! Oh my god, na mi van Harry Potter? Szóval, mint már sokan tudjátok, vannak nekem ilyen új semmi bajos termékeim, amiket ti kértetek, hogy csináltassak ilyeneket is. A videósbolt.hu per Maris oldalon ezek már elérhetőek, és most egy nyereményjátékot hirdetek, aminek 3 nyertese lesz, akik választhatnak bármilyen terméket. Igazából csak annyi a dolgotok, hogy ide videó alá kommenteltek bármit a videóról, vagy tényleg bármit, amit szeretnétek, mindenképpen a komment végére vagy elejére írjátok az e-mail címeteket, hogy fel tudjam veletek venni a kapcsolatot. Az alapozó. Wow! Milyen? Katrin. Lehet, hogy Katrisz alapozójuk van? Katrisz, ja. Katrisz. Ti csak idehoznak ilyen Katrisz alapozót, én meg direkt olyan alapozóval készültem, amit ilyen tini koromban használtam, mert hogy a gyerekek biztos azt fogják használni, ilyen Fit Me alapozót. Végül is ez egy pipettás alapozó, úgyhogy lehet, hogy nekem is pipettásat kéne. Na jó, én egy ilyen NYX-es pipettás alapozót fogok használni, ezt már nem használom, mert annyira lebarnultam Horvátországban. Se. Egy árnyalatot barnultam, és ezért ez már nekem nem jó, viszont ami meg jó lenne, az már kifogyott. Úgyhogy most még fehérebb leszek, atya-gatya. Hol van itt, hogy valamennyis? Nulla 20-as árnyalatban található. Ezek a lányok biztos engem néznek. Tőlem tanulnak ilyen beszédet, az tuti. Szóval Kittike most felrakja a... Beszéljél már, te is, ne én. Beszélek én is. Okay. Szóval kicsit tegyél. Okay. Kicsit. Okay. Hú! Utána ezt le kell ezt most nagyja meg. Ő se tudja a pipettát használni, egyen meg én se tudtam. Szóval felkenni. Aj, de én a Jézus Mária! Rájött, hogy kell használni a pipettát. Megpróbálom ugyanúgy megcsinálni, tehát ugyanannyit felvinni az arcomra, mint Kittike. Tehát először Kittike még nem ismerte a pipetta használatát, ezért így húzigálta.
Kittike, remélem beveszel az indián törzsedbe. Azért remélem érzitek, hogy mennyire elhivatott vagyok ezzel a videóval kapcsolatban, hogy mennyire ugyanúgy csinálok minden. Mindjárt belefolyik az alapozó a szemembe. Semmi baj! Oh my god! Ilyen púderecsettel. Púderecsettel az alapozót. Imádom. Egészséges. Na, itt van egy hasonló. Púderecsettel. Fö. Elkenegetem. Elkenegeti. Szóval, gyerek. Úristen, nem láttam, hogy mi történt. Elkezdtek kenegetni, és aztán az egész arca olyan lett. Ez pont jól jön ki, mert neki is világosabb ez az alapozó, mint az arcbőre. És most nekem is az lesz. De ütögeti, vagy húzza, vagy mit csinál? Szóval, gyerekek, azt el szeretném mondani, húzza. Hogy Kittike most a kezdő. Ütögetés. Ezért csak egy poén videó. Szóval nézzétek el neki, mert nem profi, és nem tud még úgy se sminkelni, mint én. De... Berektel, te! A barátnőjét, úr is! Nézzétek el neki, mert ő még nem tud úgy sminkelni, mint én. Oké, szóval elmondják, hogy poénból csinálják a videót, ami szerintem tök jó, hogy így elmondják. Az a baj, hogy a YouTube-on rengetegen komolyan vesznek ilyen, amúgy most direkt csinálom így, hogy néha húzogatom, néha meg ütögetem, ahogy Kitty is csinálta. Szóval, hogy nagyon sokan komolyan vesznek ilyen kislányokat, kisgyereket, akik a YouTube-on hülyéskednek, videókat csinálnak, sminkelnek, ami szerintem tök rossz, hogy tinédzserek, vagy néha felnőttek betámadnak ilyen kisgyerekeket. Most ez egy ilyen nagy vita, hogy gyerekeknek lehet-e videózni, vagy sem. Szerintem lehet, hogyha ezt biztonságosan csinálják, és a szüleik megengedik, a szüleik figyelnek arra, hogy milyen tartalmat készítenek a gyerekeik. Most hogy mentem ilyen deep témába bele? Közben így bomlik a fejhallgatom. Evelyn, most ezt el fogod rakni? Nem folytatom. Úristen, Kitty azt hitte, hogy nem is kerül fel ez a videó, és még én is felhasználom. Na, királyod. Jó, felrakod, megöllek. Ha a barátnőjét megöli, hogy felrakta, akkor velem mi fog történni? Mi? Egy korrektor. Használnak korrektort? Én 24 évesen tudtam meg, hogy létezik korrektor, és hogy mi az. Ez nagyon durva. Ügyik vagytok. Ketraszi. Ketraszi. Ketris. Meg én a szemem aljára szoktam használni, mert hát olyan karikák vannak ott, mint egy dísztársa. Gyermekem, átérzem, nekem is dísztárcsa, nagyságú karikák vannak a szemem alatt, és én is oda szoktam használni. Ez a NYX-től a Can't Stop Won't Stop, ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként. Mária, ez jó lesz. Mennyit rok fel? Jesszum, azt figyeljétek, hogy eddig lehúzta. Jó, mivel dolgozzuk el, Kitty? Ezzel az ecsette. Hogy válaszolt a kérdésemre? Homlokomra. Homlok. Állj, gyerekek, egy keresztet! Mária Nostra, hova tett? Mária Nostra, keresztet! A gyermekeim, eldolgozzuk a korrektort. Szexizbe. Most mi történt? Ecsetet váltott? Szexizbe. Hogy szétnyomkodja a szemét. Hogy csinálta? Elkezdte egy ecsettel. Igen. Csak hogy hűek maradjunk, és én is úgy csinálom. És aztán átváltott egy másikra. És így... Hogy csinálta? Szép nyomkodta a szemét. Egyébként én is ugyanígy szoktam, hogy... De miért pont ide raktunk most korrektort, Kitty? Mi következik, Kitty? Púder. Púder. Ez egy genyó. Okos vagy. Ez egy genyóval felvisszük. Ezzel a genyóval felvisszük. Kittinek már a hócipője tele van ezzel a videóval, meg a sminkeléssel. Szóval nekem egy ilyen trend it up púderem van. Ezért, hogy genyóval felvisszük. Normálisan már he. Normálisan már he. Hú, de fehér ez a púder. Jó, gyerekek. Olyan dumákat vág. Nem bírom, olyan gyorsan történik a dolgok, hogy nem tudom feldolgozni, meg leutánozni. Oké, szóval először történt ez, hogy nagyon sok púder kell, igen. Meglepődés, és aztán így becsukta a szemét, és így... Én egy díva vagyok. Lessétek, hogy mit csinálok. Utána átváltott egy másik ecsetre, egy ilyen legyező ecsetre, ami nekem nincs is. Szóval ezzel fogom most csinálni. Ezt csinálta.
És utána így lehúzta. És kész a mestermű. Milyen szemöldök. Ez én vagyok minden reggel, amikor sminkelnem kell. Na jó, jöjjön a szemöldök. Gyerekek, Kittike egy szemapplikátoros egyettel akar. Szemapplikátoros? Mik ezek a szavak? Hát le vagyok iskolázva, gyerekek. Én azt hittem, hogy idejövök, és hogy végre valakinél jobban tudok sminkelni. Igen, egyébként elég szánalmas az életem, hogy erre verem a mellemet, hogy egy gyereknél jobban tudok sminkelni, de még náluk se! Pomádét használ a gyerek. Hát ez nekem nincs. Szemöldök púderrel fogom, talán ez van legközelebb a pomádéhoz. De látjátok, ugyanolyan vagyok, mint a gyerek, én is itt törlöm le. Belerakja a krémbe a kerekített végű acsetet. Láttátok a Kittit? Ez a leszarom a arc. Rosszul csinálom? Nem érdekel. Kilót felvesz, majd olyan lesz, mint Dzsuvakka, hogy kiadjál. Dzsuvakka? Nem egy már, ne. De nem látom, Kitty! Amúgy nagyon szépen megcsinálta, nem? Nekem tökre tetszik, hogy ilyen természetesre csinálta. Hát nekem meglett annak a böjtje, hogy ugyanannyi ideig imádtogattam, mint ő. Neki nem lett olyan sötét, mint nekem. Úristen! Kész? Igen, a szempillaspirál. Szempillaspirál. Mi a neve? Honnan tudja? I feel you, sister. Oké, szóval én egy NYX-es szempillaspirált fogok használni, és egyébként ezt nagyon ajánlom. Ezt tényleg szívből nagyon ajánlom. Ez az On The Rise nevezetű On The Rise. Nem Rise. Rise. Nevezetű szempillaspirálja a NYX-nek. Most már mehetek. Egyébként így szoktam csinálni, viszont ő úgy csinálta, hogy így nagyokat így lepislogott. Na jó, és most én is belenézek így a kamerába, hogy ő, hogy kész. Ez az Oriflame-es, ja, nincs. Nincs kész. Milyen szín az? Claudia, örökbe fogadhatjuk ezt a kislányt? Oké. Okay. Szerintem ez egy ilyen fényes szájfény, aminek nincsen színe. Hát nekem nincs Oriflame-es, viszont mi meglepő, NYX-esbe van. Csak középen fogom. Erre senki sem állt készen. Nagyon fájt neki. Semmi. A narrátor. Nagyon fájt neki. Nem tudom igazából most jelenleg mi történik, sminkelés után kiszedi Kittike a szemöldökét. Én egyébként sminkelés előtt pont megtettem, úgyhogy most már ezt csak így élvezzük együtt, és ezt nem fogom megcsinálni, mert remélhetőleg nincs mit kiszedni. Szerintem ez élete első szemöldök kiszedése. Ez nagyon fájdalmasnak tűnik, így lassan húzza ki, nem így hirtelen letépi, tudjátok? Hát a szemöldökömet nem mutatom, de az jó lett. Készen vagyunk. Oké, szóval készen vagyunk a sminkünkkel, és szerintem ikrek is lehetnénk Kittivel. Ez haláli volt ez a videó, csajok. Nagyon-nagyon vicces volt. Innen is puszillak titeket, és remélem nem haragudtok, hogy felhasználtam így a videótokat. És akkor most megyünk is egy másik videóra, mert hogy gyönyörűek vagyunk, viszont szemsminkünk nincsen. És van egy kislány, nézzétek milyen cuki, megzabálom, aki egy ilyen full sminket csinált, és ő már tényleg egy ilyen komolyabb szinten, vagy hogy mondjam, tehát ő nem elpoénkodta, hanem úgy tényleg lehet látni rajta, hogy ő szeretne létrehozni egy szép sminket. Ezért a szem! Szem, na jó. Amihez ugyanezt ezt a palettát lesznek rá. Ketriset, ez a mélyben itt. Ketriset. Így felviszem ezzel a lapos ecsettel, kínaiból van. Imádom ezeket a gyerekeket. Átérzem a helyzetedet, mert nekem is a kínaiból, vagyis ilyen kínai weboldalakról vannak az ecseteim. Ő most egy darab ilyen különálló szemhéj púdert használ, ami fehér csillogós. Nekem egy ilyenem van a Revolution palettában. Itt van egy ilyen fehér. Oké, szóval ilyen húzogató mozdulatokkal csinálja, és utána pedig az ujjával dolgozza el. Te esküjön nézek ki!
Igaz? Így. 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 Ja. Aztán van még egy ilyen Mi sporti? Egyes szemhéj powder. Anyukám nekem adta, mert nem tetszett a színe. De nekünk jó lesz az. Picsit beleviszek, jön ennyit. Úgy itt. És elkezdem így felfelé. Látjátok, hogy hogy csinálom? Belemártom. Nagyon ügyes ez a csaj. Elkezdtem felülve vinni itt. Micsoda? Kb. 10 évesnek tűnik, és én ezt a technikát konkrétan most nyáron tanultam meg 25 évesen. Klau tanította meg, hogy kívülről így befelé kell ugye legtöbbször a sötétebb színt vinni, úgyhogy ez nagyon durva és nagyon ügyesen csinálja. Ezüstös lilás szín. Ez a Revolution palettából. Ilyen ezüst csillogós. Szerintem az övé is csillogós, hogy jól látom. Akkor én is csak egy picit mártom bele, ahogy ő. Na hát, kész van a teljes smink. Kicsit sötétebb lett az enyém, mint az övé, az én szemhéjam. Úgyhogy ne haragudj, mester, cserben hagytalak. Viszont szerintem nagyon szuper volt ez így, hogy az egyik videó viccesebb volt, a másik komolyabb volt, és ezt így össze tudtam gyúrni ezt a kettőt. És én nagyon-nagyon jól éreztem magam, a lányok nagyon viccesek, aranyosak, szépek voltak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, úgymond, hogy szerepeltetek ebben a videóban. És nektek is köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy ha tetszett nektek, és szeretnétek még hasonló ilyen sminkes videókat, illetve további részét a Jobban sminkelek, mint ... videósorozatnak, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és hamarosan jövök a következő videómmal, és ne felejtsétek el, hogy ugye a szombati videóban kiderül, hogy miért vagyok ilyen öltözékben, meg nagyon izgalmas lesz az egész, úgyhogy majd azt is csekkoljátok le. Úgyhogy hamarosan jövök a következő videóval. Sziasztok!